Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Ma este Székelyföldnek arról a részéről beszélgetünk, amelyet méltánytalanul hanyagolunk. Kívül esik a Marosvásárhely-Székelyudvarhely csíkszered a Sepsi-Szentgyörgy tengelyen, és ez Gyergyószék, amely a történelmi Székelyföld egyik fiú volt. Legutóbb persze a Ditrói Pékek esetem országos hírverést kapott, azóta azonban lekerült a média figyelem Gyergyó országról. Ma este a térség vonzereiről, problémáiról, mintatelepüléseiről beszélgetünk, mert igen, Gyergyó remete azok közé tartozik, de nem kerülhetjük meg a választások kérdését sem. Szó szóval lesz a június 9 i választások székelyföldi tétjéről, illetve arról, hogy hogyan látnák Hargita megye vezetését a Gyergyó Székiek, akik hát 32 éve várnak arra, hogy tanácselnököt adjanak Hargita megyének. Barti Tiamér, a Hargita megyei tanács alelnöke, a Gyergyói területi RMDS elnöke, a vendégem. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Nézzünk meg egy összefoglalót arról, amit én itt a felvezetőm végén említettem, hogy Barti Tiamér indul a megyei tanácselnöki tisztségért a belső választáson, majd utána kezdjük a beszélgetésünket. フフフフフ。<music> Bejelentette megyei tanácselnök jelölési szándékát Barti Tihamér Hargita megye tanácsának másik jelenlegi alelnöke is, aki egyben az RMDS Gyergyószéki szervezetének elnöke. Mint fogalmazott, a tanácselnök legfontosabb feladata a cselekvő emberek segítése, legyenek ezek dolgozók, gazdák, vállalkozók, üzletemberek, anyugdíj mellett még munkát vállalók, vagy a tanulmányaik mellett vállaló diákok. Ő a megoldást a gazdasági színvonal emelésében látja, tanácselnökként ez, a Romániai Magyar Demokrata Szövetségtől immár hárman pályáznak egyetlen funkcióra, miután Borboly Csaba jelenlegi elnök már jelezte, hogy igény tart az ötödik elnöki mandátumra is, szombaton pedig Bíró Barna Botond az RMDS udvarhelyszéki szervezetének elnöke jelentette be jelölési szándékát. A szövetség megyei tanácselnök itt végül az RMDS Hargita megyei egyeztető tanácsa fogja megnevezni, erről április 14-ig kell dönteniük. Zsa, egy mondatban kellene összefoglalni azt, amit itt a bejátszásban hallottunk, hogy mi Barti Tihamér indulási szándéka, vagy mi a motiváció, akkor én úgy fordítom azt le, hogy az a probléma, ha ezt így nevezhetjük annak, hogy nem találkozik a gyergyószéki igény a borgói gyakorlattal. Helyes ez a megközelítés így? Nem teljesen. Azért nem teljesen, mert én nem a borbói gyakorlatról beszéltem a bejelentéskor, és nem az van a az indulásunknak, hogy a gyergyói csapat indulásának, amelyet én vezetek, hogy szakítani akarunk valamivel, hanem egy teljesen másfajta menedzsmentet képzelünk el. És minden vezetőnek vannak menedzseri elképzelései akkor, amikor egy tisztséget megpályázik. A gyergyói igény az az elmúlt években kiformálódott. Mi beszélünk egy gyergyói receptről, ami szól arról, hogy a gazdaságfejlesztés kerül a középpontjába a politikai döntésnek, és azt gondoljuk, hogy ezt ki kell terjeszteni egész megyei szintre. Ha egyszerűen fogalmaznék, azt mondanám, hogy mi gyergyószéken megtapasztaltuk azt, hogy annélkül, hogy pénzt hozzunk be a térségbe, a térség nem tud fejlődni. És ez érvényes a munkahelyek tekintetében, a vállalkozások fejlesztésére, és ugyanezt érezzük Hargita megye szempontjából is, vagyis nem egy nagyon gazdag megyéről beszélünk, ezt mutatják a statisztikai adatok is, és ezt egyetlen egy módszerrel lehet megváltoztatni, hogyha több támogatás érkezik, és egy tudatos odafigyelés a gazdaság fejlesztése is. Ezért inkább egy proaktív megyei tanács vezetést képzelünk el, mi gyergyóiak, és ezen a szemüvegen keresztül nézzük a megyét. Az RNDS gyergyószéki szervezetének az elnökeként már négy évvel ezelőtt is uh, tanácselnök szeretett volna ön lenni, Ám akkor uh, Borbóly Csaba mellett döntött az rnds a csúcsvezetősége, és uh, tehát a szövetségi állandó tanács. Most más a hangulat? Vagy mi, mi késztette mégis arra, hogy, hogy ismét megpróbálja? És azért kérdezem, hogy más-e a hangulat, mert uh, Táncos Barnának az RMDSZ egy veterán politikusának sem sikerült letaszítani a Borbóly a, a csík területi RMDS elnöki székre. Fontos azt, hogy a nézők lássák tisztán azt, hogy Hargita megye, ugye, bár ahogy a felvezetőben is volt, három székre van osztva. Gyergyószék, csíkszék és udvarhelyszék. És most mi egy belső, RMDSZ-en belüli választásról beszélünk az a választás, amit ő nem amely amelyet Táncos Barna és Borbói Csaba közt volt, az a csíkszéki belső RMDS választásról szólt. Ez annál azért többről, mert három térséget ölel fel. Ehm, azt gondolom egyébként, hogy Táncos Barna, aki egy nagyszerű politikusa az RMDS-nek, és országos szinten nagyon komolyat bizonyított, ehm, egy belső megmérettetésen, egy csíkszéki belső megmérettetésen volt most mi, egy egész Hargita megyei megmérettetésen veszünk részt. És azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy kinek mi járna esetleg, vagy kinek mi jut, hiszen kollégák vannak, akik azt felhozzák, hogy igen, ugye ahogy elhangzott, több mint 30 éve nem volt, vagy soha nem volt pontosabban Gyergyószéknek. Hát nem volt, hát két udvarhelyszéki volt, Bunta, Levente volt az egyik, és lejegyeztem, hogy ilyen Kolumbán Gábor volt a másik. 1996-ról beszélünk, és 2004-től és, és azóta 1992-től még Borbóly előtt volt két személy, és utána csak, csak ő volt munta levente után. Így van, fontos azt látni, hogy a szövetségnek a jellege, tehát az RMDS-nek a jellege adja azt, hogy ezeket a helyi identitásokat is úgy próbálja megjeleníteni a döntéshozatalban, mint szövetség. De van ilyen megegyezés, hogy akkor megjeleníteni a Hargita megyei tanács vezetésében megjeleníteni gyergyószéket, megjeleníteni udvarhelyszéket is az elnöki is mert ugye az a, az, az a hivatalos narratíva, hogy tehát alelnököt ad udvarhelyszék is, gyergyószék is. De a, a, az elnököt az elmúlt időszakban csak csíkszék adja. Van ilyen megegyezés, mert Borbóly Csaba azt mondja, hogy ő akarta, hogy legyen, de nem engedték meg. Mindenki másképp látja és más szemüvegen keresztül nézi a politikát. Ez általában így szokott lenni, főleg Itt. akkor, hogy, hogyha róla van szó. Valószínű, hogy én is szubjektíven ítélem meg ezt a kérdést, de a fontos az, hogy a 90-es években, mikor az rmds t konszolidálták és megjelent ez a szövetség, és nem pártként, párt mellett döntöttek a, a nagyok, akkor az azért volt fontos, mert az ideológiai különbségeket is megjeleníti az rnd a szövetségi jellegéből adottan, de ugyanakkor a lokális identitás tudatot is erősíti, és senki nem szabad másodrangúnak érezze magát egy döntéshozatalban, és ugyanígy a gyergyóiak sem kell azt érezzék, hogy ők másodrangúak egy ilyen döntéshozatalban tehát fontos, és volt erről, a bárkivel Hargita megyében beszélünk, vagy politikusokkal, akik már nem aktív politikusok, beszélnek egy ilyen elvi egyességről, ami erről szólt, és ami azért fontos, mert ezt minden terület, minden szervezet támogatott és elfogadott, mint egy észszerű érv, de azt gondolom, hogy nem ez kell legyen a fő érve egy gyergyói politikusnak, hogyha a megyei tanácselnöki tisztségre pályázik, hiszen az egész megyét kell szolgálja, és ezért a bejelentésemkor a polgármesterek támogatásával egy programot mutattunk be, ami arról szól, hogy mit kínálunk mi, a Hargita megyéjeknek, és mind a, kettő érvény, mind a kettőre érvényt kell szerezni. Tehát kell egy programmal is előálljon valaki, akkor, amikor egy belső megmérettetésen megjelenik, amit majd később a választópolgárok előtt bemutat, és megpróbál a teljes megyére kiterjeszteni. Mi így járunk el Gyergyószék esetében, mások másképp próbálják a politikai uh, céljaikat uh, megfogalmazni és elérni. Azt mondta ön egy interjúban, hogy szorult helyzetben bárki bár, bármit megígérhet, de az RMDSZ jelöltjének ennél többre kell alapozni a tisztsége való igényét, az, amit itt korábban is mondott, valós teljesítményre, valós problémák megoldására. Mondaná néhány példát? Igen, a valós probléma az, a, az az, hogy Hargita megyében, hogyha egy ilyen konkrét kérdés volt, Hargita megyében 43%-a a lakosságnak a minimálbér alatt kap fizetést. Azt gondolom, hogy ezen változtatni kell. És, és tud ezen változtatni a megyei tanács elnöke? És azt gondolom, hogy azáltal, hogy egy vállalkozó barát környezetet teremt, és az intézmények együttműködésével ezt összehangolva megvalósítja, akkor igenis tud egy vonzó Tud környezetet... vállalkozó barát környezetet teremteni úgy, hogy elkerülik Gyergyót az autó, vagy Gyergyó meg, meg Harita megyét is. Az autópályák, az infrastruktúra, az, az közúti infrastruktúra nem a legjobb. Tehát valahogy a nagy befektetők csak akkor mennek oda, hogyha van, ahol van repülőtér, ahol van autópálya, és még sorol. Szerintem ezt nagyon jól látja, és akkor mondok egy konkrét példát, azért, hogy a megyei tanácsnak is az esetleges befolyását, érezhető, befolyását érezze. Ma egy rendezvényen vettem részt Gyergyó Miklóson, 120 éve volt bevezetve az áram Gyergyószám Ma van a 120. éve, és jelenleg Gyergyószéken épül Erdélyben a legnagyobb villamoshálózati fejlesztés. Egy 8,5 millió, millió eurós fejlesztés, ami egy közös vállalkozói és állami együttműködésből valósul meg. Fele-fele arányban van fizetve ez a beruházás. Hol van itt a megyei tanács Mondom ezt is. Azt kell látni, azt kell látni, hogy ezekbe a projektekbe mind beszállhat a megyei tanács törvényesen, és vannak esetek ugyancsak gyergyószéken, akkor mondom, mert mi stratégiailag szoktuk megközelíteni a projekteket, a bucsinra, a sípályák irányába, a villamosítás jelenleg dolgoznak, a bucsinon jöttem át önökhöz, jelenleg dolgoznak, és ott is azt a beruházást a megyei önkormányzat, a helyi önkormányzat, és az elektrika vállalat végzi el. Ez turisztikai szempontból, a fejlesztések szempontjából rendkívül fontos. Például a remetei beruházásra, az a gyergyószéki beruházás, ami egész gyergyószéket fogja ellátni, nem csak gazdasági szempontból, hanem a lakossági áramstabilizálás szempontjából is fontos beruházásba. A megyei önkormányzat például nem szállt be, de azt gondolom, hogy az ilyen jellegű gazdasági fejlesztéseket elősegítő projektekbe a megyei önkormányzatok mind be kell szálljanak, és fontos, ha beszállnak de ugyanígy mondhatnám azt is, hogy a gázhálózat kibővítésénél is ugyanígy szerepet tud vállalni, és mi Gyergyószéken például olyan politikai döntéseket hoztunk, hogy volt olyan községünk, ahol megnyert gázfejlesztési projekthez az önrészbe a megyei tanácssal beszálltunk, hiszen a térségi döntésünk az volt, hogy be kell ezekbe szállni. Hogyha egy, egy vállalkozó barát fókusszal Nézzünk rá egy megyei önkormányzati eszköztárra, akkor biza biza sok mindent eletérni. Persze sokan érthetően kerülik, hiszen ezek nem olyan könnyű, könnyen megoldható kérdések. Viszont azt gondolom, hogy a megyei önkormányzatoknak térségi, stratégiai gondolkodásuk kell legyen, és rálátásuk a dolgokra, nem pontszerű, apró kérdésekkel foglalkozanak, hanem nagyobb volumenű, nagyobb kaliberű kérdésekkel. És nem elég csak az alelnöki tisztség, a csakot idézőjelbe tettem, ahhoz, hogy, hogy elérjék, vagy, vagy a, a gyergyói receptet sikerre tudják vinni. Érthetően minden vállalkozásba, minden entitásba, intézménybe a menedzser határozza meg az irányvonalakat. Ha nem ő határozza meg, akkor nem jó menedzser. Egyszerű, akkor szoktuk mondani azt, hogy a rendszer működteti azt az intézményt. Én azt gondolom, hogy én a habitusomból adódóan is egy olyan személy vagyok, aki Vezetői tisztségeket már láttam el életem során, és azt gondolom, hogy be tudom folyásolni azokat a döntéseket, amelyek a megyei tanácson belül hozódnak meg, mint ahogy most is egyébként Csaba befolyásolja, és az saját elképzelései alapján próbálja az intézményt vezetni, most már 16 éve. Természetesen ő is azelőtt négy évig alelnök volt, megtanulta az intézmény működési mechanizmusait, utána majd adaptált a saját elképzelése alapján. Azt gondolom, hogy nagyon fontos minden intézménynek, hogy ki a vezetője, hiszen a saját arcára és elképzelései alapján próbálja alakítani annak az intézménynek a működését. A beszélgetésünk egy adott pontján azt mondta ön, hogy a, a gyergyószékiek ne érezzék azt, hogy másodrangúak ők Hargita megyében. Ezt a Barti Tihamér, illetve a polgármesterek érzik, vagy ha megkérdezek Gyergyó -Szent Miklóson tíz embert, akkor a tízből, tudom, kettő-három elmondja azt, hogy hát igen, érzem azt, hogy nem kapjuk mi meg azt, amit megkapják például a csíkiak. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor kisebbségben vagyunk, akárhol, mi is tudjuk magyarként Romániában, mindig úgy érezzük, hogy, hogy el vagyunk nyomva. Gyergyószék a méretéből adódóan, hiszen fele akkora, mint Csíkszék, vagy fele akkora, mint Udvarhelyszék, azt gondolom, hogy szubjektíven, de természetesen érzi azt, hogy ő el van nyomva. Ezt mi visszaérezzük, ha hoki mérkőzésekre megyünk a szokásos csík gyergyó derbi, amit szerencsére abszolváltunk mi többször most már az elmúlt időszakban. Viszont azt gondolom, hogy ez az egészséges lokális identitás tudat, ez, ez motiváló valahol. Tehát egy olyan versenyhelyzetet kreál, amit néha, ha Reálisan megnézzünk, akkor jónak találjuk. És az, hogy egy kisebb szervezet, egy kisebb térség azt érzi, hogy ő fel kell zárkózzon, az jó. És azt gondolom, hogy ez az egészséges versenyszellem, ami felgyűlt gyergyószéken, ezt ha jól kanalizáljuk, és remélem, hogy jól tudjuk, akkor eredményeket tud hozni. Az, amellett, hogy gyergyószéknek a specifikuma a másik két területhez képest abban is megmutatkozik, hogy gyergyószéken van szórvány része, például Hargita megyének. A a maros Évész. Így van, Maros évíz, évíz. Galócás, uh -huh. Tölgyes, Salamás. És ebből adódóan is kicsit másképp tekintünk mi, Gyergyószékiek, a, a magyar identitástudat, illetve akár a kulturális kérdéseknek a felkorolására. És azt gondolom, hogy ezt a meglátást, ezt a látásmódot, ha behozzuk a megyei tanács vezetésére, talán szerencsés tud lenni. Mi úgy gondoljuk, hogy programszerűen kell megközelíteni stratégiailag a kérdéseket, mi ezt tesszük Gyergyószéken, hogy egységesek maradjunk, és ezt szeretnénk, ha egész Hargita megyére kiterjed. Lezárandó ezt a témát, még egy kérdés. Ugye elhangzott a felvezető bejátszásban is, hogy hárman jelentkeznek a Hargita megyei tanácselnöki tisztsége ezen a belső megmérettetésen. Barti Tihamér, újrázna Borbolyt illetve bejelentkezett a másik tanács alelnök, Bíró Barna Botond, ő udvarhelyszéget képviseli. Nos, Barti Tihamér csak akkor, én, hogyha nézz, nézzük a mateket, Barti Tihamér akkor győzheti le Borbolyt ha mellé áll udvarhelyszék is, hogy vannak, hány szavazat van? A Gyergyónak van három, vagy Gyergyószéknek három, udvarhely hat. És Csíkszik Csíksz. is hat, így az RMDS belső döntési mechanizmusában ez úgy néz ki, hogy vétójoga van minden szervezetnek. Tehát minden szervezetből kell kapjon valaki egy szavazatot legalább ahhoz, hogy működ, tehát hogy döntés szülessen. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképp egy konszenzusra van szükség, és remélem, hogy megvan bennünk az a bölcsesség. Hát, csak ez a konszenzus nem volt meg négy évvel ezelőtt, ezért került fel az ügy Kolozsvára. Így van, így van. Én nagyon remélem, hogy azóta annyit alakultunk mindannyian és bölcsebbek lettünk, hogy megtaláljuk azt a konszenzust, ami a bejelentések utáni egyeztetéseken ki tud alakulni. Természetesen mindenki most kampányban van, és a politikusok kampányban beszélnek különböző dolgokat, ezt tudjuk mi is nagyon jól. Én sem egy olyan családból jövök, ahol valaki politizált volna eddig, és, és látom a, a, a politikai realitásokat, viszont azt gondolom, hogy reálisan kell nézzük azt, hogy mire van szüksége a megyének most, és Remélem, hogy van annyi bölcsesség bennünk, hogy, hogy a célt nézzük, és pedig a megye fejlődését, és megtaláljuk azokat a konszenzusos együttműködéseket, amelyek ezt mind előre viszi, hiszen egyébként mindkét kollégám talpra esett ügyes politikus, és meg vagyok győződve, hogy meg tudjuk ezt mind találni, és illetve mindkét térségben, a másik két térségben vannak olyan politikusok, akikkel együttműködésre lépve tudunk érvényesíteni ilyen érdekeket. Így legyen, beszélgettem a napokban egy rendélyeztes politikussal, nem Hargita megyei, de azt mondta ő, hogy Hargita megyében teljes a káosz, szeret a kivételével, ott tisztán látszanak a dolgok, de Hargita megyében teljes a káosz, udvarhelyen zűr van, a, azt illetően, hogy ki fog indulni a június 9-ai választásokon, de ugyanilyen zűr van Gyergyó Szent Miklóson is. Zűr van? Én nem gondolom. Uh ha már itt RMDS politikai szempontból van ez megvilágítva, tehát úgy érzem ki a kérdéséből, hogy egy RMDS-es politikussal Igen. beszélt. Ha RMDS szempontjából nézem a megyét, akkor azt tudom mondani, hogy a, az RMDS kihívások elé lett állítva ezelőtt négy évvel, főleg a városok esetében, és itt mind városok hangzottak el ha az RMDS szemszögéből nézem, és az erős érdekképviselet szemszögéből, akkor azt látom, hogy városok szempontjából udvarhelyszéken az RMDS még nem sikerült meggyőzze a lakosságot, hogy a városokba RMDS vezetés legyen. Remélem, hogy most sikerül, meg vagyok győződve, hogy lesznek előrelépések. Csíkszéken egyetlen egy városban, van Csíkszeredában. Gyergyószéken két városa van a magyarságnak, Gyergyószemiklós és Borszék, mind a kettőt erendezes polgármester vezeti, tehát kettő egy nulla Gyergyószék javára, ha így nézem, politikai <laughs> szempontból, és persze politikusként azt nézem, hogy mi a jó az én szempontomból, ugye vár. Viszont a tény az, hogy, hogy előválasztást írunk ki, állóurnás előválasztás lesz több településen Gyergyószéken, és ugyanígy Gyergyó Szent Miklóson is uh, úgy döntöttünk, hogy állóurnás előválasztás. Majd ez jelentkezés, a jelentkezési a határidő. Uh, hány jelölt kik azok? Így van, itt uh, az Erdély Televízióban mondom el először ezt, hiszen holnap tartok sajtótájékoztatót, azt, hogy uh, a Gyergyó Szent Miklósi uh, polgármesteri tisztségre az LMDSZ-en belül leadta három jelölt a jelentkezését, a jelenlegi polgármester, az alpolgármester és még egy személy, Azoknak a nézőknek, akik nem, nem ismerik a helyi viszonyokat, Csergő Tibor, Csergő Tibor Lenemil és Ágel Tibor, ez a három személy adta el a polgármester tisztségre, és nagyon megköszönném, hogyha nem kérdezné meg az összes tanácsosnak a névsorát, hiszen 37-en adták le a jelenkezésüket, <laughs> és ennek én nagyon örvendek, hiszen 17 tagú a testület, és 37 személy gondolta úgy, hogy megmérkőzne egy álló urnás lakossági előválasztáson. Ez nagyon fontos, mert nem én ülök le és állítok össze egy listát, hanem vállalják azt, hogy kiállnak a lakosság elé, aki rangsorolni fogja. Én azt gondolom, hogy ez mindenképp dicséretre méltó, és örvendek, hogy a demokrácia ilyen szempontból is megjelenik a szervezeten belül, biztos, hogy egy nagyszerű csapat fog összeállni, ami, mint minden csapat, újonnan összeálló csapat, ugyanúgy megpróbál dolgozni a városért. Arról tud-e, hogy a polgármesteri székért indítanak-e az Erdélyi Magyar Szövetség, valamint a Magyar Polgári Erőpárt politikust? Nem tudok erről, viszont azt gondolom, hogy az elmúlt négy évben, és azelőtt is az RMDS lobby, amit Gyergőszéken kifejtett, és azon belül Gyergőszemiklóson is egy olyan stratégiai kimozdulást indított el, ami mindenképp arra jogosít fel, úgy gondolom bennünket, hogy az RMDS legyen az, aki vállalja ezt a felelősséget, hogy Gyergőszemiklost vezesse, hiszen nagyon erős községeink vannak Gyergőszemiklós környékén ugyebár, és ezeket a községeket mind erős, ügyes, talpra polgármesterek vezetik, rmds polgármesterek és azt gondolom, az a tudás, ami van, és az a stratégiai gondolkodás, amit most Gyergyószéken megvalósítottunk az elmúlt években, az hasznára válik a városnak is, úgyhogy meggyőződésem, hogy egy jó csapat áll össze, és egy jó rmds polgármesteret tudunk kiállni az választásokra. Újrázott Sergő Tibor, Sergő Tibor polgármester, az a polgármester, aki fel, legalábbis innen erről úgy látszik, hogy nem mindenki elégedett, és nem tudom, hogy van-e költségvetésre a városnak, de legutóbb a Költségvetést a saját tanácsosai, az RMDSZ-es tanácsosok nem szavazták meg, és valami vita is volt arról, hogy a polgármester az egyik irodából nem ment át a, a tanács terembe, és online tartották a vitát, illetve a hát, szavazást a költségvetésről. A költséget is el lett fogadva, tehát ez a jó hír. A költségvetést megszavazták RMDSZ-es tanácsosok is, természetesen az, hogy vannak tanácsosok, polgármester közt nézett különbségek, ez a demokráciának része, azokat hogy kezelik le egymás közt a maguk bölcsességébe, az pedig az ők felelősségük. Én azt gondolom, hogy, az elmúlt négy évben, főleg az RMDS kormányzati szerepének köszönhetően nagyon sok támogatás érkezett Gyergyószékre, és Gyergyó Szent Miklósra is. Tehát az, hogy az RMDS kormányon volt, az nekünk, Gyergyó Szent Miklósieknek, Gyergyó előnyünkre vált. Igen, de hogyha jól értem, akkor ez nem a polgármesternek az érdeme, hanem azoknak a minisztereknek, államtitkároknak az érdeme, akik Bukarestben dolgoztak. Az RMDS-nek az ereje a csapatban áll. És lehet egyedül vállalni, vagy más pártok színeibe különböző tisztséget helyi szinten, amikor egy nagy városról beszélünk, ahol nagy költségvetés van, ott talán még megy is de egy kisvárosba, kis településeinken, 99%-ában az esetekben, az erdélyi magyarság esetében, olyan településeink vannak, ahol szükség van arra az erőre, amit az RMDSZ képvisel. Én persze keveset beszélünk, vagy csak akkor beszélünk, mikor választás van, és a lakók azt gondolják, hogy csak akkor kérjük a támogatásokat, viszont az erdélyi magyarság nélkül az RMDS lobby nem kerül olyan szintre Bukaresbe, hogy segítséget tudjon visszadni. És azt is tudom, és látom, hogy általában a helyi politikusok az érdemeket kisajátítják, mert ilyen egy politikus azt mondja, hogy megoldotta, viszont a megoldotta mögött ott van egy rmdsz miniszter, egy rmdsz parlamenti képviselet, és ezeket talán többször kellene emlegessük, és azért állok én is itt ön előtt, hiszen az RMDSZ csapattagjaként vagyok az RMDSZ belső választásába, és fontos, hogy a megyei eszköztár is a gyergyóiaknak és a az egész Hargita megyek számára egy nagyon erős eszköztár legyen az érdekérvényesítés szempontjából és a fejlesztések szempontjából. Ön elégedett Ezért Tibor tevékenység. Én sok szempontból elégedett vagyok, de azt gondolom, hogy még lehet ezen alakítani, és remélem, hogy az elkövetkező időszakban lesz lehetősége neki kampányba erről beszélni, és meggyőzni a választókat, hogy ő a megfelelő jelöltere Mikor lesz az, az, az előválasztás Az Szemiklóson április 7-én lesz, és várunk természetesen minden Gyergyó Zurnákhoz. Június 9-én önkormányzati, illetve európai parlamenti választásokat tartanak Romániában, Székelyföldön, Gyergyószéken, Székely, Gyergyószéken érzik az állampolgárok, a gyergyószékiek érzik az európai parlamenti választásoknak súlyát, a polgármester az önkormányzati választásoknak érzi mindenki, látja, hogy kire kell szavazni, hogy kire szavazhat, ismeri a tanácsosokat, ismeri a tanácsjelölteket, jel tanácsos jelölteket, ismeri a polgármestert, Európai parlamenti választások érzik, tudják, hogy mit adott az Európai Unió a térségüknek? Rendkívül fontos választás, politikusként ezt látom, viszont azt is látom, hogy minél távolabb van egy intézmény tőlünk, annál nehezebben érezzük, vagy adjuk át annak a fontosságát, és így vagyunk talán az Európai Parlamenttel is. A mi felelősségünk, mint politikusok, hogy erről beszéljünk, hogy beszéljünk azokról a megvalósításokról, amik Európai Uniós alapokból valósultak meg. Hogy Azért példát. Gyergyó Igen, szék, szék szempontjáról. Hú, hát rengeteg példa van, gyergyószemiklós városban történő asfaltozások a tavalyi évben mind-európai uniós alapokból, borszékon a fejlesztések mind-európai uniós alapokból valósultak meg, iskolák, óvodák újítottak fel, rengeteg példa van, de keveset beszélünk arról is, hogy az ápiás támogatás miért annyi a mennyi a gazdáinknak, illetve hogy a képviselőink, akik ott vannak az Európai Parlamentben, mennyire tudják a mi, érdekeinket bevinni egy-egy döntésbe, mert itt beszélhetünk arról, hogy hegyvidékiként, mert Székelyföldnek nagy része hegyvidéki településeken van, milyen támogatási plusz érkezik a gazdáknak. És ezek mind a mi képviselőinknek köszönhetően valósultak meg, hiszen Vince óránt is például rengeteg fórumot szervezett Gyergyószéken is, és jobban megérzi egy politikus ilyenkor a helyi igényt mert feláll egy gazda, elmondja a meglátását, és akkor lehet, hogy kicsit kalibrál a látásmódján egy képviselőnek. De ugyanígy a polgármestereink is, nekünk felelősségünk az, hogy, hogy minél inkább eljutassuk az információt a lakosokhoz, és arra kérjük őket, hogy jöjjenek el erre a választásra is, még akkor is, hogyha a polgármester választáson, ami egyszerre van, csak egy jelölt van. Mert sok településünkön ez lehet egy probléma, hogy egy jelölt van, a lakók úgy gondolják, úgy is fog nyerni az illető jelölt, viszont az európai parlamenti választás szempontjából egyáltalán nem mindegy, hiszen szoktuk mindig mondogatni az 5%-ot, mindenki tudja az Erdély Magyarságból, van egy 5%-os küszöb, itt is az érvényes, és fontos azt gondolom, hogy ott legyünk és bele szóljunk a, a döntésekbe, európai uniós szinten is. A polgármesterek érzik a, az európai parlamenti választásoknak a súlyát, a tétjét túl, túl, a, túl az 5%-on. Nézze, én azt gondolom, hogy igen, viszont azt is tudom, hogy emberekről beszélünk, akik a saját szemüvegekünk keresztül nézik a, a világot, és polgármester választásról gondol, gondolnak magukra és az ők programjukra. De minden egyes polgármesternek a programjába, amit ő meg akar valósítani, kivétel nélkül van Európai Uniós része. Ne, ha beszélnek róla, ha elfelejtik, ha nem megemlíteni. Európai Uniós alapok nélkül nem tudunk mi felzárkozni. Ez a realitás. Ez megint visszatérünk a pénzhez. Több pénzre van szükségünk, mint amit mi megtermelünk. Ezért fontos az Európai Unió számunkra. Európai Uniós pénzek nélkül nem tud felzárkozni a térség. A térség uniós pénzek nélkül úgy néz neki, mint ahogy most kinéz, vagy, vagy, vagy nem? Nem. Határozott nem, de Románia sem néz neki. Ezt, ezt minden statisztika adat mutatja, hogy Románia felzárkózása amióta Európai Uniós tag, és hogy az a két-két és fél százalékos pont, amit a GDP-hez hozzátesz az Európai Uniós alapok bejövetele, az rendkívül fontos volt Románia felzárkózásához. Természetesen ez érződik a vízcsatorna hálózatok képítésén, az utak, az iskolák felújításánál, a gazdák támogatásánál, úgyhogy biztos vagyok, hogy nem lennénk ott, ahol most vagyunk, és fontos, hogy mindig ott legyünk, ahol döntések vannak. Visszatérek ugyanerre a, a visszatérő motivumra, amit a, a politikusok el szoktak mondani, mert ez egy reális veszély, ha nincs ott a, a politikai döntéshozásban valahol az erdélyi magyarság, akkor is lesz döntés, csak hogy nélkülünk lesz. Fontos, hogy valaki mindig a mi érdekeinket is elmondja ott. Legyen ez a zárszónk. Barti amiért köszönöm, hogy itt volt a 21 pluszban, és válaszolt a kérdéseimre. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást. Önöknek tisztelt nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Jakab Orsi, a kollégan ön várja önöket. Tamás Sándor, Kovács a tanácsának az elnöke lesz a vendége. Ha tehetik, tartsanak velünk.